Hál' is kacok, még mielőtt belekezdenék a Silent Hill F trailerébe. A játékkal kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ugye a Konami fejlesztette, és ez egy japán stúdió, egy fejlesztői stúdió, akik régen a Silent Hill 1-2-t csinálták. A háttérsztori elég hosszú, elég sok minden nem ment át ez a Konami, ez a stúdió. Volt az első 1999-es 2005-ig elég jól ment minden, de akkor is ott is voltak hullámvölgyek. Aztán 2007-ben még Hideo Kojima, aki készítette a Death Stranding-et, ő is alkotott ott a 2007-es Silent Hill-en, és hát japán szíve, mondhatni, Kojima. Hát baj volt ott is, összevesztek valamin. Ugye Kojima is Okamoto, ha minden igaz. És nagyon sok év telt el most ettől, hogy majd a Silent Hill 2 és a Silent Hill F. Ugye a főbetű az a Flowert, a Red Lilium Spider Flowert akarja. Ezt amúgy utána tudtok nézni. Ez a virág az. Red Lily Spider Flower. Itt is van. És mielőtt belekezdenék a trailerbe, annyit szeretnék mondani is, kacok, hogy a figyelem megzavarására és annak bizonyos nagyobb szintű jeleire foglak titeket figyelmeztetni. Akinek gyenge az ideg gyomra, az ne is nagyon folytassa a videót. De a játék, mikor elkezditek, mindig jelzi, hogy nagyon... Hát, nagyon... aki ismeri a Silent Hill-t, az tudja, hogy háttérben nagyon belemásznak az embernek az agyába. És sokan ezért nem is játszották, vagyis játszották, de utána azért hagyták abba, mert bizonyos tünetei előléptek. Ezért kérlek titeket, hogy nem is nézzük végig a videót, mert elég durva a trailer. Erre szeretnélek titeket kérni, hogy ne nézzétek meg, hogyha gyengék vagytok, így mondva gyengék, hogy az a gyomrotok nem bírja az ilyen dolgokat. És a játék, ez egy horror, hát már zárójelbe ilyen open world, mert tudsz mászkálni. És én szerintem, ami a legjobb volt, az a Silent Hill 2. De majd írjátok le kommentbe, hogy a ti Silent Hill-etek melyik rész volt a legjobb szerintetek. Nézzük is a trailert. Nem akarom teljesen megnézni, mert nagyon-nagyon csúnya. Nagyon csúnya. És már más a stúdió, ugye a Konami az megmaradt, mint fejlesztői cég, de már nem azok az emberek dolgoznak rajta. Ugye itt van, hogy Okamoto még benne van, meg Yoshiki 07, ugye ő egy író. Na mindegy, is nem akarok nagyon belemenni az ilyen dolgokba, de hogyha kíváncsiak vagytok, nézzetek utána. Ajánlatos, hogyha utána néztek, nagyon jókat ír, Rikushi. De neki már a neve is az lett, hogy Rikushi 07-07. Ugye már a csapat már más csapat,
úgymondva zárójelben már nem azok, akik régen dolgoztak a játékon, hanem már más emberek dolgoznak rajta sajnos. Lehetséges, hogy ezért is késett, vagy késik a játék. Úgyhogy igen. Látjátok ezt a piros lilium, ezt már nem is akarom megnézni. Félek, hogy letiltják. Mindegy, kacuk, ennyi lett volna amúgy a videó a Silent Hill F-ről. De a Silent Hill 2-ről is ugyanez a véleményem, szóval nem kezdek bele a Silent Hill 2 trailerébe. Pedig a Silent Hill 2 trailere is nagyon jó. És nagyon ajánlatos a játék, de csak olyanoknak, és plusz 18-as, az hozzá kell tenni, hogy plusz 18-as, úgyhogy kisgyermekeknek és szülői felügyelet mellett se nagyon ajánlott a játék, szóval igen. Ennyit szerettem volna a videóval kapcsolatban elmondani, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!